Jó estét kívánok, aktuális című műsorunkat látják. Idén első alkalommal rendezik meg a Kézműves Sörfesztivál Gyulavárosában. A program kísérő rendezvényeként meghirdettek egy sörversenyt is kisüzemi és kézműves sörfőzdék, illetve házi sörfőzők részére. A ma esti adásunkban Bora Imrével beszélgetek a fesztiválról. Üdvözlöm! Kedves sokan, jó estét kívánok! Tiszteltek, köszöntöm a televízió nézőket is! Ugye, ahogy a bevezetőben is elhangzott, idén először rendeznek sörfesztivált Gyulán. Hogyan jött maga a kezdeményezésnek az ötlete? Hát először is ugye azt gondolom, hogy van valamilyen történelmi hátterünk is a sörrel kapcsolatos rendezvényekkel. 17 évig rendeztük Békés Csabán a Csabai Sörfesztivál Sörök Parádét, és az idei évben különféle okok miatt ez elmarad. Ezek az okok nyilván nem áll rendelkezésünkre olyan forrás, sem olyan feltétel, ami alapján azt mondjuk, hogy sikeresen tudjuk ezt az idén megszervezni, megrendezni. És hát ezt azért mondom el, hogy ne ugye, itt ennek kapcsán, és az, hogy Gyulán szervezünk, rendezünk egy kézműves sörfesztivált, ugye nyilván sok mindenképpen fölmerül, hogy egy csabai rendezvényt vittünk át Gyulára, ami nem így történt. Úgy hiszem, hogy a Csabai Sörfesztivál Csillag Parádénak lehet még folytatása, de pillanatnyilag a Kézműves Sörfesztivál az egy olyan külön rendezvény esemény lesz, ami teljesen más formában, teljesen más termékeket állít fókuszba, és egy olyan történelmi környezetben is lesz megszervezve, megrendezve, és egy olyan turisztikai helyszínen, amit az országban és nemzetközi szinten is szinte mindenki már ismer. Gyula egy kitűnő helyszín ahhoz, hogy fesztivált szervezzünk, rendezzünk, és hát a kézműves sörök ma olyan fókuszt kaptak már a fogyasztók körében, ami alapján nyugodtan és bátran mondhatom azt, hogy egy sikeres fesztivált fogunk ott szervezni. Igen, erre is láttam volna kíváncsi, hogy ugye eddig Csabán volt sörfesztivál, és hogy akkor, ha jól értem, nem ez a sörfesztivál kerül át Gyulára, hanem ez egy teljesen más program lesz. Abszolút más, teljesen más a felvezetése, a körítése, a megjelenítése. Nyilván a sör, tehát ezt azért nem lehet összekavarni, de itt a legfontosabb szempont az, hogy a Gyulaváros turisztikai kínálatából legyen egy olyan új esemény, ami újabb tízezreket fog oda vonzani azon a hétvégén. Azokban a tízezrekből valószínűleg sok olyan vendég lesz, aki Gyulaváros nevezetességei, fürdői miatt vissza fog jönni a hétköznapokon is. Ez az egyik legfontosabb szempont. A másik legfontosabb szempont az, hogy azok a turisták, akik oda látogatnak, turisták, helyi polgárok, környékbeliek, akik oda látogatnak, azok nagyon jól érzik magukat, és ez mi szükséges. Nyilván kell egy jó programsorozat, kellenek megfelelő termékek, és hát ezek a termékek ma, még egyszer mondom, azok, amik minőséget képviselnek, nem a multinacionális cégek által gyártott termékek, hanem a kézműves kisüzemi sörfőzdékben állított termékek, és hogyha sok fogyasztót mi tudunk arra biztatni ezáltal, hogy ott megszereti, megkedveli azt a terméket, akkor valószínűleg a hétköznapokon is azt fogja vásárolni, és ezeknek a kisüzemi sörfőzdéknek ez egy piacjutási lehetőség, és azt gondolom, hogy ezáltal támogatjuk a hazai vállalkozásokat, és hát a sörkedvelő fogyasztókat pedig valamilyen módon tanítjuk, hogy inkább a minőséget fogyassza, mint a esetleg még egyszer mondom, multinacionális cégek által gyártott nem megfelelő minőségű terméket, ami nyilván fogyasztható és ad ízvilágot, de nem mindegy, hogy a sör miből készül. A sör az elsősorban megfelelő ivóvíz, maláta és komló, ez az összetétele. Tehát, hogyha már valami más termék belekerül, az is sör, de az már nem olyan élvezeti értéket ad. Ugye ön is említette, hogy a turisztika mellett azért történelmi múltja is van a sörnek. Gyulán, mi ez a történelmi múlt? 1731-ben a gyulai várban már főztek sört, és úgy gondolom ennél nagyobb történelmi múlt nem kell, és ennek az alapjai le vannak rakva, tehát nekünk ezt csak föl kell éleszteni, úgy gondolom föl is fogjuk éleszteni, annál is inkább, mivel Gyulán már van két kisüzemi sörfőzde,
ami napokban nyílt az egyik, és a másik az már egy régebb óta üzemelő, ami bio termékeket állít elő, és hát azt hiszem, hogy ennek kapcsán abszolút jó a helyszín, jó a helyszínválasztás, tehát vannak történelmi háttere, van hagyománya, és van helyi főzde is, aminek a piacra jutásához ez szerintem nagyon-nagyon fontos lépcsőfok lesz, hogy ott meg tudja mutatni a termékeit. A programokról mit lehet tudni? Minden csak a sörről szól majd? Hát nem csak a sörről, de itt visszatérve még a termékekhez, és legyen itt a reklámhelye, vagy ha nem lehet a reklámhelye, akkor is muszáj elmondjam. Nekem egyébként is szívügyem az, hogy egy kézműves termékeket vigyünk a piacra, annál is inkább ugye, mivel a vállalkozás fő profilja, ugye itt a nagykereskedelem, és 12 éve gyártatunk mi már saját márkás söröket, és hát itt a Hunyadi Mátyás az, ami egy olyan magas kategóriát képvisel ma már, ugye annak, mivel a pécsi sörfőzde és kisüzemi sörfőzde kategóriába került, és ennek a terméknek is a beltartalma, amit mi 12 éve hoztunk életre, vagy hívtunk életre, csak víz, árpamalata és komló. Tehát azért mondom, hogy a hétköznapokon nagyon fontos lesz az, hogy a fogyasztók mit fognak keresni. A programokra azt hiszem, hogy igazán fölkapja a fejét a szakma arra, hogy egy olyan nemzetközi versenyt szervezünk, aminek a jelentkezési ideje már megvan hirdetve, tehát már megkérdettük a verseny, mert elkezdődött. Büszkén és örömmel mondhatom, hogy már jó néhány érdeklődő van, határon túlról is már vannak cseh, szlovák, lengyel érdeklődők, sörgyárak érdeklődők, akik fognak nevezni. Ez egy nemzetközi verseny, ami szól a házi sörfőzőknek, és szól a kisüzemi sörfőzőknek, tehát azoknak a termékeknek, amit előállítanak ezekben a gyárakban, vagy pedig otthon. Ez egy olyan egyedi kezdeményezés, ahol Magyarországon még nem volt, tehát ezt a két kategóriát egy versenyen belül még nem szervezték, nem rendezték, nem bírálták. Nyilván a házi sörfőzők azok egy külön kategóriában, és a kisüzemi sörök külön kategóriában, de azt kell, hogy elmondjam, hogy ez a házi sörfőző hagyomány, ez egy nagyon érdekes, és amióta mi elkezdtünk ezzel foglalkozni, egy igazán meglepetés volt számomra, hogy rengetegen foglalkoznak ezzel, rengetegen gyártanak otthon sört, és olyan minőségben, ami messze felülmúlja a nagyüzembe állított söröket. Tehát ez egy nagyon-nagyon szimulás verseny lesz, és hát 14 kategóriában, azt gondolom, hogy rengeteg alkategóriákkal, nagyon kíváncsian várom, hogy mennyi minta lesz. Én nagyon bízok benne, hogy nagyon sok, és az a nemzetközi hír, ami ezáltal meg fog jelenni a sajtóba, az nem csak a sörversenyt fogja népszerűsíteni, még egyszer van a Gyulát és a Gyulavárost is. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen a lehetőséget. A Sörfesztiválnál maradva következő vendégünk Fabuja Attila lesz, akivel a sörverseny részleteiről beszélgetek. Üdvözlöm! Szép estét! Ugye már néhány információt hallhattunk erről a sörversenyről, de akkor most a részletekbe is menjünk bele. Pontosan kik milyen kategóriába jelentkezhetnek erre a versenyre, illetve milyen szempontok alapján fogják ezeket a termékeket zsűrizni? Így van, az első Gyulai Kézműves Sörfesztivál kísérrendezvénye, a Central European Beer Awards nemzetközi sörverseny, amely először kerül megrendezésre. Alapvetően komoly hagyománya van Magyarországon a sörfogyasztási kultúrának, de úgy gondoltuk, hogy az elmúlt évek trendjei alapján igenis előtérbe kerültek a kisüzemi sörfőzdék termékei, illetve hál' Istennek az elmúlt pár évben Magyarországon egyre többen kedvet kapnak otthon barkácsolni egy jó sört, úgyhogy ők magánfőzőket is szeretnénk megszólítani. Úgyhogy ez nem egy új keletű, hiszen már két éve gondolkodtunk ezen a versenynek a megszervezésében, és idén sikerült is, úgyhogy nagyon nagy reményekkel indulunk neki ennek a nemzetközi megmérettetésnek. Maga a versenyre bárki nevezhet, aki otthon készít sört, hiszen a törvény lehetőségek megengedik, illetve a 200 hektoliter per év alatti kisüzemi sörfőzdék is indulhatnak a saját termékeikkel. A nemzetközi sörverseny bírálása egy nagyon érdekes és nagyon összetett folyamat, közel 80 kategóriában lehet sört készíteni. Ugye mi 14 kategóriában
kategóriában és sok-sok alkategóriában hirdettük meg ezt a nemzetközi versenyt, és nagyon nagy öröm számunkra, hogy tényleg, ahogy Bora úr is elmondta, több országból érdeklődtek már a sörversenyt jelent, hiszen nemzetközi zsűritagokkal, nemzetközi szabályrendszerben, egy 50 pontos bírálati rendszerben bírálnak a sörbírálók, amelyben egyértelműen a sör esztétikai illat, zamatanyagát, illetve a harmóniát keresik. Egyébként mi magyarok mennyire nyitunk a sör különlegességek és a kézműves sörök iránt? Ugye ma manapság egyre többet hallani kézműves sörökről. Ennek alapján mit lehet elmondani, önök mit tapasztalnak? Szeretjük ezeket? Merünk megkóstolni sör különlegességeket? Egyre népszerűbb Magyarországon, és hogyha valaki egy-egy üzlet polcain böngészik, akkor meglepődhet, hogy az elmúlt időszakban milyen sok új sörkategória, sörmárka jelent meg, ahol általában mindig rajta van, hogy kézműves termék. El kell mondani, hogy Magyarországon a sörfogyasztási kultúra nagyon-nagyon változatos, a szocializmus nem igazán segített a minőségi sörfogyasztási kultúrának. El kell mondani, hogy napjainkban évi 70 liter per fő a magyarországi sörfogyasztás, ennél sokkal-sokkal több is volt már, és azt kell, hogy lássuk, hogy igazából van mód arra és lehetőség arra, hogy az embereket egy picit megtanítsuk arra, hogy minőségi sörfogyasztással nagyobb élvezetet tudnak elérni. Amúgy el kell mondanunk, hogy sajnos Közép-Európában a legkevesebbet mi magyarok iszük a sört, közel 70 liter. Csak azt nézzük, hogy Csehországban 150 liter, vagy Németországban 110 liter, de a környező országokban és akár Romániában, Szerbiában sokkal magasabb a sörfogyasztási kultúra egyfőre tekintetve, úgyhogy van hova fejlődni ennek a dolognak. Úgyhogy igen, a válasz egyértelműen, hogy nagyon-nagyon fejlődik, és egyre népszerűbb a kézműves sör Magyarországon. Egyébként, ha már minőségnél tartunk, mitől jó egy sör? Mi a jó sör titka, ha egyáltalán lehet ilyet mondani? Ugye tavaly ünnepeltük a német tisztasági törvény 500. évfordulóját, tehát 1517-ben leírták törvényben, hogy alapvetően a jó sörhez három alapvető dolog kell: jó maláta, jó víz, és alapvetően a komló, ami a fűszereket, az illatokat adja hozzá a serhez. Úgyhogy igazából alapvetően ennyi kellene, de hát el kell mondani, hogy óriási lehetőségek vannak, hiszen azt nézzük, hogy milyen a maláta alapanyag, ez egy alapmaláta, esetleg pörkölt malátáról beszélünk. A komló, amely fantasztikusan tudja változtatni az egyszerű fűszerességtől egészen a gyümölcsösség, a sör karakterét, a kesernyességét meghatározza, és persze ennek az összességében a sörfőzőmestereknek ez egy külön, azt gondolom, hogy szakmai kihívás, hogy ki hogyan fabrikál egy jó sört, úgyhogy akár magánfőzők, akár serfőzőmesterek azért nagyon-nagyon sok lehetőséget kaphattak az élettől. Ugye azt mondjuk, hogy sör általában mindenkinek az alkohol tartalom jut eszébe erről, de azért vannak pozitív hatása is a sörfogyasztásnak, melyek ezek? Hát ugye több évszázadon keresztül a sör az egy alapvető élelmiszer volt, hiszen nagyon gazdag ásványokban nagyon fontos olyan alkotórészek vannak, ami alapvetően régebben a nem mindig megfelelő minőségű ivóvíz helyett nagyon sokat fogyasztottak sört az emberek, tehát igazából, sőt, bőti italként is nagyon-nagyon fontos része volt a korábbi évszázadok kultúrájában, tehát igenis van pozitív élettani hatása, a mértékletességgel természetesen, hiszen nagyon fontos ásványok és nyomelemek is vannak benne. Ha már a történelemnél tartunk, ugye Bora úr is említette, hogy ezért a sörfogyasztásnak és a sörnek már több ezer éves hagyománya van. Gyulán, mit lehet erről tudni? Vannak van, írásos feljegyzések? Az első írásos emlékezés az pontosan 1731-ből származik, hiszen báró Harokán János György elrendeli, hogy a gyulai vár észak-keleti szárnyában serneveldét és pálinka manufaktúrát kell alapítani, úgyhogy ebben az évben ünnepeljük a ser készítés és a pálinka készítés 287. évfordulóját. Tehát ez a közel 300 éves tradíció is azt gondolom, hogy kötelez minket arra, hogy amit mi az örököseink kaptuk, azt nyátadjuk a jövő nemzedéknek, és igenis megtanítsuk őket arra, hogy van minőségi italfogyasztási kultúra Magyarországon. Úgyhogy igen, ez a 300 éves történet nagyon sok mindennel kiegészülve, ha csak mondjuk megnézzük Békés Csabának a serfogyasztási kultúrát, hogy például az első serház, amely itt ugye jelen pillanatban a Munkácsi Hotel épületében volt, és maga Munkácsi is megfordult nem egyszer, nem kétszer ebben a serházban. Tehát igenis van olyan komoly tradíció és nagyon komoly történelmi kötődése van a régiónak a nagyon fontos sörfogyasztási kultúrában. Minőségi szempontból mit lehet elmondani a magyar sörökről? Hát a szocializmusban alapvetően a nagyon nagy üzemi termelés során sajnálatosan nagyon törekedtek arra, hogy ez az alsó erjesztésű tömegben előállított minőségében inkább ivósörnek mondható termékek legyenek a piaci vezető termékek.
Sajnos eltűntek a különlegességek, eltűntek igazából azok a fajta olyan sörök, amelyek igazából minimálisan meg tudták változtatni, meg tudták volna változtatni az emberek fogyasztás értékeit. Ugye tömegtermelés volt, ez igazából az elmúlt időszakban kezd változni. Ugye évi 6,5 millió hektoliter sört készítenek, most már csak 3 magyar sörgyárban, tehát igazából ebből kellett a kisüzemi sörfőzdéknek egy nagyon fontos lépést tenniük, hogy legyen újra Magyarországon minőségi sörfogyasztás. A rendezvényen túl hogyan próbálják még népszerűsíteni a sörfogyasztást? Hát maga a rendezvény kísérője egy nagyon értékes konferencia. Sikerült olyan szakembereket, olyan neves kutatókat, olyan neves sörfőzésben járatos szakembereket felkérni, akikkel egy nagyon komoly előadássorozat. Ez teljes mértékben nyitott, tehát mindenki számára látogatható. Tavaly már volt egy ilyen konferencia, aminek sikerén felbuzdulva, idén gondolom, hogy sokkal több érdeklődő fog érkezni. Ez az egyik része, hogy maga a konferencia szakmisága nagyon-nagyon fontos lesz. Ami nekünk szervezőknek a következő lépés, hogy az embereket közelebb vigyük a minőségi sörfogyasztáshoz. Ezért magán a fesztiválon felkértünk olyan gyártókat, képviselőket, hogy hozzák el az alapanyagokat. Be lehessen kóstolni a malátába, be lehessen illatolni a komlóba, igazából ismerjék meg az emberek, hogy miből is készül a minőségi kézműves sör, és ne talántán kedvet adjunk arra, hogy esetleg valaki otthon is megpróbálja ezt. Akkor végezetül pedig beszéljünk a további programokról, és hogy akkor pontosan mikor és hol lesz ez a fesztivál. Így van, tehát ez ugye a Gyulai Várkertben, a Gyulai Vár tövében, ugye az Almási Kastély és a Gyulai Vár közötti hatalmas területen 2018. június 7-től 10-ig várjuk ugye a kedves látogatókat. Fantasztikus programok, a szakmai programok mellett rengeteg zenei program, ismerős arcok, Edda művek, Hooligans, nagyon fontos lesz, úgy gondolom, hogy a fiatalok számára a vasárnapi napon rengeteg gyerekprogram, attól függetlenül, hogy apa, anya esetleg megkóstolhatja a sört az ők is eljöttnek, hiszen vasárnap egyértelműen ingyenes lesz a látogatás magára a fesztiválra. Tehát rengeteg olyan program, a street foodosok, ahol az étel és a sör párosításával nagyon-nagyon érdekes dolgokat lehet kipróbálni, úgyhogy egy fantasztikus 4 nap. Hát akkor igazi gasztrofesztivál lesz. Reméljük, nagyon sokaknak felkeltette az érdeklődését, és a továbbiakban sok sikert kívánunk. Köszönjük szépen. Ez volt az Aktuális, holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk magazinunkkal. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!